Győzelemmel kezdte az U15-16-os korosztálynak kiírt mentó kupa vízilabda tornát a Miskolci Vízilabda Klub. A Miskolc-Tapolcai strandfürdőben három ország legjobb serdülő csapata mellett az MVLC vesz még részt. A Kassa elleni siker után pénteken a Vojvodina, szombaton délben pedig Nagyvárad csapata lesz a miskolci fiatalok ellenfele. A felnőtt csapat játékosai társaságában a Mentu Kft. Tulajdonosa és a Miskolci Klub elnöke is a helyszínen a Miskolc-Tapolcai strandfürdőben tekintette meg a fehér sapkás miskolci és a kékben pólózó kassai serdülő együttes találkozóját. A házigazda új vezető edzője szerint komoly játékerejű ellenfelek a szlovák, a szerb és a román serdülő bajnokok, illetve a Nagyvárad esetében a bajnoki döntőre készülő együttesről van szó, remek felkészülést biztosítanak ezek az ellenfelek a komoly bajnoki terveket dédelgető miskolci csapat számára. Mindig jó csapatok ellen érdemes játszani és a felkészülési mérkőzéseket leszervezni, mert ott jönnek ki életszituációkban a rossz döntés, jó döntés, ott látjuk azt, hogy igen, tehát ezen lehet változtatni, annak nem sok értelme van, hogy egy 23-as mérkőzéssel leszervezünk egy tornát. 3-1-re vezetett az első és 5-3-ra a második negyedet követően a miskolci csapat, majd a második félidőben már távolról sem volt ilyen szoros a mérkőzés, és a jól pólózó miskolci fiatalok végül 11-6-ra bizonyultak jobbnak Kassa csapatánál. Most ezt megbeszéltük így a csapatban, edzők elmagyarázták, hogy most mik voltak a hibák, mit kell még jobban megcsinálni, ember előny, ember hátrány, védekezés, támadás. Szóval belementek ebbe a mérkőzésbe, és úgy volt, hogy ezt meg akarjuk nyerni, és ez szerintem annak tűnt, hogy mi ezt jobban akarjuk, és hogy mi ezt meg is nyertük. A győztesen megvívott nyitó mérkőzést követően a Mentó Kupa serdülő vízilabda tornán a miskolci csapat pénteken 18 óra 30-tól a Vojvodina, szombaton 11 óra 30-tól pedig Nagyvárad együttesével mérkőzik majd.